a szöveget, na! Prak, prak! Á! Pratja! Na! Pratja! Csikicsá! Na! Skrid pik papa! Ene pum 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 pum! Skia! Srácok! Ott leszünk az OVS-en. Bár nem hivatalosan. Nem hivatalosan, mármint de, most hivatalosan bejön. Meggondolta, nem hívott minket senki se. Sőt, szerintem az ellentetjét érnénk el az, hogy oda mennénk. A challenge az, hogy hány perc alatt dobnak ki minket az OVS-ről. És többet nem árulunk el. És egyébként nem tudom, hogy látjátok-e, tudjuk a funkcióját most már, és annak is használjuk. Marci alátétnek. Csás kacok! Csöcsumi sá, csessza! Csöcsumi csá, tessa, mi vagyunk a Daziest legújabb adás szűr... Ne! Ne? Szürreality show. Szürreality show! És ahogyan ígértük az első részben, és ahogyan felelevenítettük a 13. részben, dolgozunk az új dalunkon, ami így fog hangzani, hogy Szürreality show! Tüm-tüm-tüm-tüm-tüm! Nagyon-nagyon-nagyon jó! Ez a majkás, ahogy esmi olyan volt. Olyan, de belehozok! Sziasztok, nagyon örülünk, hogy ismét itt vagyunk, hogy nézitek az adást, annyira boldogok vagyunk, hogy 14 részt megél. Apropó, hivatalos IMDb profilja van a sorozatnak, úgyhogy aki érzi, dobjon rá egy 1 csillagot, vagy egy 10-es csillagot. Mi bíztatnánk a leírásban, van a Patreon oldalunk, hogyha akarnátok minket támogatni. Az IMDb-t arra meg keressetek rá. Bobby hozta, Bobby felhívott engem, azt mondta, hogy van egy nagyon jó témája, úgyhogy a mostani adásban először nem trendi dolgokra fogunk reagálni, hanem szeretnénk mi is egy saját mémet, hogy lássátok, hogy mire gondolunk, mint Anfieldnek a plüsnyúl, amit itt célirányosan be is jelentett videóban, hogy mostantól ez lesz a kapalállat a csatornának. Ha akarjátok, ha nem, mostantól a plüsnyúl az egy mém lesz a csatornán, és kurvára szeretni fogjátok. Osztani fogjátok, a nemkutya.com-ra kikerül, a trollfészre kikerül, és kurva sokan szeretni fogjátok. Na, mi is ugyanezt csináljuk most. Szeretnénk nektek ezzel a videóval bemutatni, hogy nem mindig ott kell keresni a legértékesebb videókat a YouTube-on, ahol a legtöbben gondolják, hogy megtalálják. A megtekintés számok elenyésznek ahhoz képest, amit a tartalom ér egyes videóknak. Úgyhogy érdemes néha csak úgy rákeresni random szavakra, mint például labda, vagy nyúl, vibrátor, bármilyen ember, szó, ember, nyúlember, akár, mert olyan videókat adtak ki kincseket, amikre most a Bobby is bukkant. Sőt! Én ajánlom nektek, hogy az egy feliratkozós külön kiadásra keressetek rá, olyanokat fogtok látni, amit nem felejtetek el egy életre. Sőt, amit én hoztam, azt nem is az interneten láttam, hanem a tévében, ugyanis a tévé készítők, vagyis a műsor készítők is rájöttek, hogy talán kicsit nyithatnának az online közösségre, ők is készíthetnek direkt. Hogy pontosan nem tudom honnan ered ez az egész dolog, számomra full rejtés, akit hoztam neked, a reggeli című RTL klubos sorozatban láttam meg, Ildi Lee. Nem tudom, állítólag kint él Los Angelesben és magyar, és néha-néha bejelentkezik. Akkor ez nem futott a YouTube-on. Nem, ez 180 megtekintés lesz ez a videó, amit láttam. Dugd be a füles, légy szíves. Boszorkány vagyok. Boszorkány vagyok. Ildi Lee, jó pofa, kérlek, osszátok meg. Szóval, már érzékelhető. Már érzem, hogy itt az internet és Ildi Lee kapcsolata nem valami régre nyúló vissza. Jó pofa, kérlek, osszátok, ezt írjuk mi is oda mostantól mindig. Ez legyen a cím a résznek. Halloweenkor készült, és egyszer csak felkelek, bekapcsolom a tévét, RTL Klub reggeli, és ezt láttam viszont, és mondom, ez a szürrealitybe való. Kérlek. Boszorkány vagyok! Nagyon tetszik amúgy, hogy szerintem rákeresett arra, hogy Wizard Green Screen. És az első animációt, amit bedobott neki, azt felhasználta. Dancing Skeleton! Dancing Skeleton Green Screen. Bár lehet, hogy egyébként a dancing se volt. Green Screen. Animated Skeleton Green Screen. Úgyhogy eddig nagyon tetszik az egész. Köszönöm szépen, hogy ezt megmutatom. Nézd, javaslod nekem? Javaslom. Óva intesztőre. Ezt énekled egy hétig utána. Én is boszorkány vagyok.
Kíváncsi vagyok, hogy folytatódik, utálom az életem. Bocsánat. Srácok, jól vigyázzatok, boszorkány nagyok, seprőnyélen utazok, boszorkány nagyok. Ezek a random effektek, komolyan mondom, ilyet mi is tudnánk csinálni. Esküszöm. És 180 megtekintés. Ez a gyöngyszám. És mennyire jó, mint egy csomó zenei videó. Yeah. Mint a Skribi Papa! Vagy a pratty, az utálok bekapatják a faszom. Ennél ez 100 000-szer jó. Söpröget közben, van értelme a klipnek. Az a gondolkodtam, hogy... Na? Ez tényleg ilyen, vagy úgy ilyen tényleg, hogy nem ilyen igazából? Tehát ez igazából egy trash? Én nem tudom eltöltetni. Ezt most komolyan gondolták? Mert most lehet, hogy akkor ki fog akadni ezen a videón, hogy kiparodizáljuk. Nem, inspirál minket. Na jó, engem is inspirál, amúgy komolyan jobban érzem magam most, hogy nézve. Nézzek, volt egy ötlete, akkor csinálni egy dalt. De neki sok ilyen van. No, de ez jó pofa. Kérlek, osszátok meg. Köszi. Már ezért van ilyen izénk. Ja, nekünk is van ilyenünk. Szellemi ját. Varázsló. Érted? Szellemi ját. Oh, az majdnem varázsló és boszorkány. Varázsló vagyok. Azokon, amikről általában beszélek, felidegesítem egy kicsit, mondom, tudod, mert így belemélyedek, hogy ez most miért van, ez miért létezik, ez miért egy probléma, mit mondasz? De ez tetszik valamilyen szinten, pont mint a Móka vonat, a játékautók ZRT. Móka vonat plusz játékautókos résznek, tudod? Ez is tök király nekem, ez nagyon bejön az egész. De ez nem kérdőjeleznek benne sok dolgot, hogy ez most hogy? Ez... A nem identitás volt egy kicsit. Miért van galamb? De az a baj, hogy annyi kérdés, érted? Te meg tudnám állítani másodpercenként, miért vágtad be egy galambot? Én ezt látok felfogni. Az ön meg denevérek repkedtek el. Minek van egy fehér galamb? Az minek a jelképe? A béke. De ez egy boszorkány, baszod. Én boszorkány vagyok. Nem egy béke nagykövet, hogy mi a fasz. Na jó. Boszorkány vagyok. Nagy hullámvasút, azt kell, hogy mondjam neked. Vannak olyan hátterek, amik tök ilyen vidámak, meg egy kis fehér izébe táncol, mint egy kis nyuszika ugrá. Következőben már a sátán kapuja előtt van a csaj, és utána meg ilyen kibaszott durva koponyák. Komolyan olyan érzésem van, mint hogyha a Google képkereső első találatát és a green screen animációk első találatait hozták volna össze egy videóba. Most néztem meg a Thor Ragnarököt, abban nem volt ennyi fantasy. Én nem láttam. No spoiler. Nincs spoiler, de... Annyit mondhatok. Nem, tudom, hogy direkt spoiler ezt A kurva! Az van, Bobi, hogy létsz, figyelj egy kicsit rám. Létsz, Bobi! Ez az a kategória, ami hogyha nem hallom, nem vagyok tőle szegényebb. De nem vagyok, de most hallottam, most többnek érzem magam, érted? De! Alapjáratom nem. Már meg szeretném mutatni, hogy ez hogy működik a reggelének a műsorába, hogy ilyen hetente bejelentkezik. Szerintetek sikerült kapcsolni? Magyarországon még nem ismerik. Ő az, aki egy személyben testesíti meg az amerikai álmot. Ez az amerikai álom. Szeneszerző, énekes, producer, előadó művész, üzletasszony, családanya. Amerikában él, de szíve magyarul. Most néztem meg az új Star Wars trailerét, az nem volt megcsinálva ilyen dramatikusan, mint ez. Családanya, üzletasszony, mint a Szabi Estet hallottam volna. Én csinálom a saját zenéimet, én vágom, én sminkelem, mindent én csinálom. Ő a női változata. Ildili. De azt nem értem ezekben a reggeli műsorokban, ez engem jobban foglalkoztat, hogy ki néz?
Ki az, aki fölkel ilyen korán? Hát akik gyesen vannak, az idősek, én nem alszos, én nem olyan vagyok, mint hogy egy délután egykor kelek, én már 8-9-kor felkelek. 32-kor. És ez megy. Erre kelek. Nem véletlenül szerint az emberek. Ilyenek történnek. Tehát ez egy szürreális a világban 7-32-kor. Én nem is értettem az iskolánál se. Meg kéne tiltani a gecibe koránkelést. Lady Los Angeles. Ildi Lee. Lady Los Angeles. Szervusz Magyarország! Ildi Lee vagyok, Los Angelesből, és sok érdekességet mondok nektek. Hello, Ildi! Sziasztok! Szervusztok! Hogy vagy, Ildike? De jól nézel ki! Azt a Mama country girl vagyok. Abszolút. Sokkal szebb a bolypárton. Ez mi a fasz? Ez mi a faszom? Csak itt már mondja a mostani tematikát, nem tudom, melyiket tettem be. De ez vagy kibaszott zseniális, vagy... Ugyanez a kérdés van azzal kapcsolatban, hogy mit csinál. Ezért hoztam el, mert én sem tudom hova tenni. Hogy ez vagy ugyanaz, mint amit mit csinál. Igen. Ez vagy kibaszott szar. Vagy direkt. Én azt is el tudom képzelni, hogy a Ildi nem is Amerikában. Hát ez egy green screen előtt van, ez zöldvászon előtt. De lehet, hogy ő tényleg kint van, és ő tényleg egy ekkora sztár, csak mi nem tudunk róla. Hát de akkor csak ismernénk valahogyan. Azért milyen jó lenne megnyerni őt, hogy tudjunk vele beszélgetni. Hát egy interjút azért csapatnék Ildi-vel. De ha Ildi meg tudja csinálni, nőjünk fel hozzá. Szerintem Ildi inspirál minket annyira, hogy mi is készítsünk egy ilyen videoklippet. Szeretném, hogy itt legyen újra Fassbender Mihály, a Misi. Hívd fel! Tudod mi? Hívd fel Fassbender Mihályt, hogy csináljon egy ilyen, csináljunk hárman közösen egy ilyen trash videóklipet. Tudod mit? Fasz ki van ezzel. Az egészen faszom ki van. Tököm ki van azzal. Itt vagyunk. Csinálunk videókat emberekről. Írnak nekünk. De itt helyszínen csak ketten mindig. Egymással beszélgetünk, igen. Aztán alapjáraton én nagyon szívesen beszélgetek másokkal is, érted? Vágom, értem. Sokan, minden, mit tudom, itt legyen mellettem a Miso, ha Misa, én Misának hívom, legyen itt mellettem, beszélgessünk a Misivel, meg ilyenek. Csináljunk egy közöset, csináljunk egy projektet. Ildirit, hívjuk meg az Ildirit. Ildirit, meg hívjuk. Mert nekem tényleg tökre elegem van abból, hogy itt járatom a számat, és megpróbálok dolgokat mondani. Miért akarok dolgokat mondani, amiközben nem is énekelhetném a dolgokat? Igazad van. Vagy kérhetnék valakit, hogy elénekelje. Úgyhogy most én azt mondom neked, a következő lépés, egy szinten feljebb emeljük a csatornát, mémet csinálunk. Megcsináljuk a Surreality első videóklipjét? Megcsináljuk. Hildiri inspirálta, hívd fel. Kit hívsz? De jó. De? Kit hívsz? Felhívom a Fassbender Mihályt, az egyik haveromat. Jó haverok vagyunk régen, hobbiban ismertük egymást már meg, azóta jól vagyunk. Jó arc egyébként, tök jó arc. Szoktunk együtt kockolni. Te amúgy te bírod? Még nem találkoztam vele soha személyesen. Nem, hogy jó arc? Ajánlom. Igen, igen. Majd akarod, akkor összehozok vele. Oké. Okay. Jó, oké, okay. Na. Vizsgál a számát. De nem utasd meg. Oké. Okay. Beszélni. Igen, neki egy kicsit fura száma van, 1-3-4-5-7-8-9. Neki is van ilyen ügyfélszolgálatos zenéje, nagyon szupi arc. Bejött. A tingos körre. Pakakakakak. Ilyen sokan hívják. Jó. Kicsöng. Hello, szia! Ciao, Misi. Ciao, igen. Marci. Én vagyok az Marci. Marci. Tudod? Surreality show. A Surreality show Marci. Nem, ő nem én vagyok. Nem, az a másik Marci. A harmadik. Ki mondta, hogy a kocsiban interjúolnak az Albert von Müllert. Igen, az a gyerek. Az. Jó, nem kell többet látnod. Igen. Van egy új projektünk. Énekelned kéne. Nem. Ez nem egy paródia lesz, ez egy komoly zene. Csinálunk egy zenét. Ildiri, ismered az Ildirit? Hogy a faszban ne ismernéd az Ildirit? Mindenki ismeri Ildirit. Reggeli showban benne van, akkor te még ébren vagy. Csinálunk egy ugyanilyen dalt. Csak kell egy szuperhős, akiről csináljuk. Mit gondolsz? Nem.
nem te lesz a szuperhős. Te lesz az énekes és a szereplő. Nem te lesz a szuperhős. Az, hogy fasz benne milyen, ez nem egy szuperhős. Hát a faszom ki van veled. Jó, igen, igazad van. Még jó. Azt mondja, hogy csinálj volna a szezonálisat. Mi lesz a következő ünnep? Húsvét. Húsvét. Jó, oké, figyelj. Kitaláltuk Bobbyval, te lesz a Zsúlember, jó? Jó, oké. 5 perc múlva. Igen. 5 perc, jó, oké, ne. Majd, jó. Igen, simogatom magam. Jó, bemegyek egy kárt vízbe és visszahívlak. Igen, igen, jó, oké, lehet közöm és simogatom. Oké, na, majd visszahívlak ezzel kapcsolatban. Majd egy 5 perc múlva el kéne mennem. Csak mondom. Jó. Jó, csak, oké. Most következik az első videóklipünk, Fassbender Mihály bemutatja a Nyúlembert. Tassuk meg! Aztán a fülgőt. Aha. Szuper. The Rabbit Man. 3, 2, 1, let's go! Megyek az utcán. Hiszen ez a munkám. Hogyha baj van, ott vagyok egyből. Ha kellenék, csak kiálts. A Nyúlember! Mit hallok már megint? Egy drogos alkesz lerint. És tudom, hogy szükség van rám, ezért teszek neki ekit. Imádna! Várj, ezt muszáj hallanod! Valamit be kell vallanom, szuperős vagyok, még alvás közben sem alszok. Tőlem megriadnak még a legveszélyesebb arcok is. A férjed nem elég iszki, anyád szól, hogy a szemetet visz ki. Facebookon senki nem akar írni, akkor érdemes engem hívni. Mert vagyok a Nyúlember, aki korán kell, és folyton aranyat lel. Biztos hallottad már a legendámat, hogy a színik miattam nem kékbánáznak. Nekem az az életem, hogy éld az életet, hiszen itt nem élesz újra, ez nem egy játék, ez csak elképzeled. Te hülye vagy! Újra bevetésem, az ebédem megemésztem. De a török píroszos nem egy jó ötlet, a vegán az étrendem. Megyek hányni, hiszen én egy szuperös vagyok, jutalom helyett is rendőröket kapok. Pedig a nyúl maszkom nem takar más, csak egy kicsit perver arcot. Mindenki a főnököt ki akar rúgni, ha a csajod nem akar dugni. Ha ezt a számot kezded már unni, már ott is vagyok, hukkip! Mert én vagyok a Nyúlember, aki korán kell, és folyton aranyat lesz. Biztos hallottad már a legendámat, hogy a színik miattam nem kékbánáznak, ugye? Igen. Most jön a rész, mikor magamba szállok. Nem vagyok több nála, csak annak látszok. Keresni ebben a tanulságot. Nem véletlen, hogy nem találod, nincsen. 3, 2, 1, let's go! Mert én vagyok a Nyúlember, a kiszorátjál, és vagy a szárnyát fel, biztos hallott meg, már az legendámat, hogy színít, miattam nem kékbálnám, miattam én vagyok a Nyúlember, a kiszorátjál, és vagy az aranyat lelelem. Oké. Okay. Na. Meg vagyunk, teljesen jó. Tényleg, fú, neki fáradt a de... Ez is mekkora videó lesz. Hát, jó szar. Igen. Na, lelőm a kamerát, jó?
Hello! Én vagyok. Na, végre üdvök, hogy szerintem is találkozunk. Fassbender Mihály, Bobi vagyok. Persze. Azt a kurva. Nagyon tetszett a videoklipped. Értem. Azt hiszem a kamera mögött vagy. Igen. Csak nekem az előbb nagyon úgy tűnt, hogy bele nyúlt el így. Itt egy kicsit nekem kéne teret adni, érted? Ja, elnézést. Én még a Fassbender Misi. Ez volt a nyúlember. Aki korán kell anyat le. Mondjak valamit? Igen. Mit? Gratulálok még egyszer. Figyelj, de egy kicsit. Ne, nyugodom. Bobi, nyugi, gyere csak beszélgessünk egy kicsit, figyelj már. Ha? Amikor én vagyok itt. Igen. Azért sem. Ez az én show műsor. Nem, ez a Marci. Nem, ő most nincs itt. Úgyhogy arra kérlek, hogy legközelebb tarts tiszteletben az aurám. Jó, oké. Jó, arra mehetsz. Most pedig fizessetek ki. Ez a műsor ez egyáltalán hogy lehet életbe? Most kérdezem. Mi is kérdezzük sok ideje, nem? Na most viccen kívül kérdezem. Ha itt vagyunk egy... Albert von Müllernél nem mertem rákérdezni, mert az legalább normális izé van, de ez... Miért nem elég profi itt a helyzet, mint a Hofbauer Walternél? Az interjúmat ne baszogasson, jó? Kibaszott meg munkalom benne. Miattam nem kék bálnál, miattam